Ebben az évben is kiemelten fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartást, együttműködést. Minél jobban igyekeznek majd mind a diákok és mind a szülők segítségére lenni abban, hogy higgyenek önmagukban, és az iskolai módszeres nevelésük beépüljön az otthoni szociális térbe. Üdvözlöm Dánielné Kacsó Andrát, a Szent Pál Marista Általános Iskolának az intézményvezetőjét. Elindult a 2021-22-es tanév, mit lehet tudni a részletekről? Valóban most nyitottuk, én is üdvözlök mindenkit. A tanévnyitó ünnepségünkről most érkeztünk vissza a Szent István templomból. Köszönjük ezúton is, hogy ott tarthatjuk az évnyitónkat. 41. osztályosunk kezdi meg az idén a tanévet. Két osztályban indulnak, két-két tanítónénivel, egy osztályfőnök és egy osztálytanító patronálja őket. Most tették le az esküjüket, a kis marista esküjüket. Kis vidámak, aranyosak, fecsegősek, ők most a szemünk fénye egy ideig. A többi osztályban nagyon reméljük, hogy az év során jelenléti oktatásban tudunk dolgozni. Megérkeztek a tankönyvek, tehát teljes felszereléssel váltuk a gyerekeket, sikerült a termeket már nagyon szépen dekorálnunk, az ablakokra kerültek díszek, hogy vidáman induljon a tanév, és lássák a gyerekek, hogy vártuk őket, számítottunk rájuk, és reméljük, hogy egész évben itt tudunk lenni a tanév során. Ha a járványhelyzetre kerül a sor, akkor nyilvánvalóan azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány szab számunkra, illetve amik a belső intézkedési körbe tartoznak, azokat meghozzuk, és ahogy eddig is tartjuk magunkat szigorúan ahhoz egymás védelme érdekében, egymás egészségének védelme érdekében. Ilyenkor a névkezdéskor hogyan tudtak, miben tudtak a szülők segítségére lenni? A RISZTÖBB pályázat keretében úgy, ahogy már több éve tanszercsomagokat tudtunk átadni a szülőknek, az ő nevükben is köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hisz a hátrányos helyzetű tanulóknak, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon nagy szükségük van ilyenkor a segítségre, hisz tudjuk mindannyian, hogy milyen sokba kerül már most a tanszercsomag beszerzése, és hát sok eszközre van szükségünk ahhoz, hogy jól felszerelten induljunk. Nálunk a Szociális Bizottság mindig kiegészíti és készít tanszercsomagot azoknak a gyerekeknek is, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába, hogy minden szülő érezhesse azt, hogy vele is törődünk, és ők náluk is bizony szükség van erre a kicsi segítségre. Úgyhogy örömmel vették át a csomagokat, mindenki megjelent a csomagokért. Hogyan tervezik a tanévet? Terveznek esetleg valamilyen újítást idén? Nálunk most átalakítás zajlott, hál' Istennek lehetőségünk volt 25 új számítógép vásárlására, hogy az informatikai struktúránkat tudjuk fejleszteni, és nagyon örülünk, hisz a kompetenciamérés az idén már digitálisan zajlik, úgyhogy pont jókor történt ez. Ehhez képest a közösségi terünkben egy könyvtár is kialakult, olyan kis boxokkal, ahol a gyerekek leülhetnek játszani, társasjátékozni, olvasni, információt szerezni, és a gépek is ugyanebben a teremben helyezkednek el, oda még tervezünk egy fülhallgatós kis picike, kis csoport fejlesztésére szolgáló informatikai, illetve idegennyelvi kis labort. Illetve azokat a hagyományos ünnepeinket az idén is beterveztük már, amiket meg szoktunk tartani. Ahogy tavaly elkezdtük a cigány téma hetet, az idén is szeretnénk, mert nagy sikere volt ennek mind a pedagógusok, mind a gyerekek, mind a szülők körében, ők is bekapcsolódtak ebbe. Húsvéti játszóházzal várjuk majd a jövendő kis elsőseinket, akkor nyílt órát is szeretnénk tartani, hogy belássanak az iskola életébe, belelássanak abba, hogy mi zajlik nálunk naponta, illetve a Marcellin napunk, a Szent Pál napunk pályázatot nyilván fogunk hirdetni a város iskolai számára, ami ilyenkor már nálunk hagyományos. A Pasió és az élő Betlehemről még nem született meg a döntés, mert a pasztorális bizottság még eztán fogja meghozni a munkatervét, az majd bekerül a mi iskolai programkörünkbe. A farsangot is tervezzük, reméljük, hogy megengedi, majd a jelen járványhelyzet is nem lesz. Hogyha ne adj Isten, erre kerül sor, amiről utóbb beszéltünk, akkor az iskola milyen gyorsan, mennyire zökkenőmentesen tud az új feladat elé tekinteni? Én azt gondolom, hogy mivel kialakítottuk akkor, amikor szükség volt rá, azokat a digitális tereket, amiket tudunk ilyenkor használni, már a szülők is hozzászoktak. Fönn is tartjuk folyamatosan, tehát szinte napi kapcsolatban vagyunk így ezen a felületen is a szülőkkel. Ezért azt gondolom, hogy egyik napról a másikra ez megoldódik, életbe lép az a rendszer, amit már akkor megszoktunk. Hál' Istennek nagyon kevés család az, aki még egyéb segítségre szorul, de ugyanúgy reméljük megnyithatjuk akkor az informatikai teret, és bejöhetnek tanulni azok a gyerekek, akik nem tudnak fölkapcsolódni egyéb más úton, módon a digitális oktatásba. Úgyhogy én nyugodt vagyok ez téren, hogy tudjuk azt teljesíteni akkor egyik napról a másikra.